Július 3-a, 4-e és 5-e között szerveztük meg községünkben a falunapokat. Az ünnepség jelentős része volt az alsó és felső csernátoni székelykapuk felavatása és megáldása. De nem hiányzott a néptánc és népi hagyományainknak bemutatása, bőven szerveztek sporteseményeket, valamint helyet kapott a jókedv és a szórakozás is. A rendezvény fő helyszíne a sportcsarnok és környéke volt, ahol egy tágas környezetben minden érdeklődő talált magának érdekes és kedves programot. Ezt a 3 napos rendezvényt próbáltuk összesűríteni közel 1 órában, reméljük sikerrel. Ha ismét felidézni kívánják a 3 napot, akkor kérjük, töltsék velünk a következő 55 percet is. Jó szórakozást kívánunk! Grádicsok éneke Dáviddól. Örvendezek, mikor mondják nékem, menjünk el az Úrházába. Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, ó Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épült, mint egy jól egybeszerkesztett város, ahova feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei bizonyságot Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére. Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dán házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők. Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. Atyám fiaiért és barátaimért hadd mondhassam, béke benne. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánhassak jó tenéket. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánhassak jó tenéket. Hogyha megnézzük ennek a zsoltárnak a tartalmát, akkor azt mondhatnánk, hogy Jeruzsálemet és a templomot. A Köcsesi Irodalomban azt mondják, azt írják, hogy Jeruzsálem a világ közepén van, és Jeruzsálem közepén van a Sion hegy, melynek tükere a föld szívében nyúlik le, és a Sion hegy csúcsán a templom. És a templom az a hely, ahol Isten jelenlétével biztosítva van. Kérdés az, hogy hogyan tekintettek ezek a zarándokok a jeruzsálemi templomra. Milyen érzéssel jöttek, indultak el, hagyták hátra otthonaikat, esetleg családjukat, és indultak el, hogy elmenjenek, hogy részt vegyenek azon a istentiszteleten, amely ott a jeruzsálemi templomban zajlott. Meg kell állapítsuk azt, hogy a legnagyobb áhítat volt a zarándokok szívében. Szívük talán gyorsabban vert, hiszen érezték azt a felemelő pillanatot, amikor kitárulnak előttük a város és a templom, és amikor rásütanak a felkelő nap a jeruzsálemi templom aranyozott tetejére, és a maga ragyogásával bearanyozza az egész környéket. Thank you.
kulturális és sportrendezvényekért. Felmerülhet a kérdés, szüksége van-e ezekre a rendezvényekre? Biztosan állíthatom, hogy igen. Mint ahogy szükség van a családon belül is az ünnepekre, megállni, megpihenni a hétköznapok után, nem csak testünket, hanem szívünket, lelkünket ünnepőbe öltöztetni, töltekezni testben és lélekben. Azt szeretnénk, a július 3-a, 4-e és 5-e emlékezetes esemény lenne a község életében. Kétségtelen, hogy a 2009-es falunapok kiemelt eseményenek számít, hogy immár Csernátonnak is van két falukapuja a község bejáratainál, ezzel felzárkózunk mi is, Háromszék azon tervéhez, hogy minden település állítson maradandó emléket. Bízunk abban, hogy a szívekben ott marad az ünnep, fényét és melegét tovább őrizik majd a lelkükben. És mi mást is mondhatnék utolsó gondolatként, hogy jó szórakozás, tartalmas együttlétet kívánok vendégeimnek és itthoniaknak egyaránt. A múlt év számomra, ami a könyvtermést illeti, hát elég termékenynek bizonyult. Sok évtizedes kihagyás után csak írtam újságíróként, és azelőtt házigazgatóként, mindenfajta műfajban, hogy így mondjam, és a tavaly neki veselkedtem, és összehoztam régebbi és kisebb írásaimból három könyvet. Ebből az egyik, az Ojtoz völgye a hadak útján, a Bereck-Sósmező Ojtoz, ennek a völgynek a történetét írtam meg, tehát ez egy tájjellegű könyv, Szüket Pátriánk egy szegmenseinek a erre vonatkozó publicisztikai történet és egyéb írások találhatók ebben az Ojtoz völgye a hadak útjánban. A másik könyvem, ami ugyancsak a múlt évben jelent meg, a Szőttesünkben török minták, ez már nyit egy tágabb világ felé, több szempontból is. A harmadik könyvben még szélesebb merítésű, a Frigyelépni a szülőföldre, van egy internetes újság, a BVD gondolapú Pesten. Itt állandó rovatomban 8 éve írok, és abból válogattam össze, hát ez a nagyvilágig, Amerikáig, Ausztráliáig és mindenhova elér. Ezzel egy ilyen három léptékű könyvet mutattam be, és körülbelül ez jellemző rám, vagy a szabadon fogalmazva az érdeklődésemre, hogy ezt a területet fogja be a holdat még nem. Köszönöm. Megyei tükör, ahol én csak külmunkatárs voltam, egy adott pillanatban azt kérte, hogy az utolsó oldalra valami érdekesebb honismereti dolgot nem írnék egy sorozatot, de hosszabbot, ami nem olyan rázós. Na most, aki megőszült, az tudja, hogy milyen rázásról van szó. Ugye arról, hogyha a pártbizottság propagandosztályán azt mondták, hogy ez rázós, akkor az a sorozat nem mehetett. Én akkor megkezdtem egy várbemutatót, nem én adtam a címet, hanem ott valaki, múlt idők tanúi. Mondom, na a cím az elég rázós egyébként, de ha ők adták, s megy, akkor írjuk. És így megszületett ez a sorozat, a végén arra gondoltam, milyen jó volna, ha egy könyvecske lenne belőle. Elküldtem a kritériumnak, és akkor azt válaszolták, hogy most a 13. pártkongresszusnak a küszöbén nem éppen a legaktuálisabb ez a téma, úgyhogy egy kicsit fektessem el, egy kicsit tegyen félre. Hát ha eljönnek azok az idők, amikor ezekről a várakról is lehet majd élni. Na és hát teltek, múltak az idők, majdnem 25 év telt el. Időm alkalmam volt, hogy utána nézzek mondát, legendát, regét gyűjtsek az öregektől, három negyeddel, akivel beszéltem, már mind a túlsó parton van, meg ha az ember öröki, a legidősebbet kérdezi meg. De ha kiderül egy faluban, hogy az, amit ők várnak, neveznek, az egy bronzkori elégített település, akkor hogy a jó Istenbe emlékezzen vissza valaki, akármilyen öreg lehet abban a faluban, hogy mi volt ott a hegy tetején. És akkor a nép, mert ilyen nincs, főleg a székelyföldön, főleg Háromszék, hogy nem tudom, s nem ismerem. Ilyen nincs, mondom, táta. Mondom, a hegyen mi van? Hát a várj, igen. De mi volt ott? Álljon meg, ne feszegessem annyira, azt mondja engem, mert hát maga feltette egy nehéz kérdés, nekem felállni kell. Figyelj, ott valami volt, s valaminek a maradvány.
Kedves csernátoniak, tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Kapuállító ünnepségre sereglettünk össze, amely a 2009-es csernátoni falunapok egyik fontos eseménye. Csernáton lakosságának és a magunk régióhajának vágyának teszünk eleget, amikor alsó Csernáton bejáratához székelykaput állítunk. A székelykapu ősi hitvilágból, hiedelemvilágból táplálkozik jelképeinek üzenetével, a felfelé mutató életfája, istenfája, a tetejetlen fa kigyózó indája és még annyi mesebeli virágképe lelkünknek, szemünknek és hitünknek tetszetős, hozzánk simuló reménységet adó. Ugyanakkor int is a drága örökségünk megtartására, a kincsre, amit meg kell őriznünk. A székelykapuk beszélnek, elmondják a régiek életét, az őket faggatóknak, az ácsmesterséget ma is mesterszinten művelő kapukészítőknek, igaz, ez az utóbbiak a vérükben hordozzák az ismereteket, hiszen a kapukészítés az hivatás. Ugyanakkor erdélyiségünk, székelységünk jelképe is a székelykapu, az élet vagy a falu díszeként. Hirdesse ez a kapu is, hogy székelyközösségünk vigyázza a drága örökségét, és hogy mindig szeretettel várja és fogadja a hozzánk látogató, jószándékú embereket. Áldás a jövőre, békesség a kimenőre. A hagyományos ősi kapuk feliratát idézve, adom át ezt a gyönyörű építményt a falu közösségnek, mindannyiunk örömére, őrizzük és vigyázzuk a Jóisten akaratából, nemzedékről nemzedékre. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bukor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy kik mennek, hogy merre mennek a futón. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon, a házfalakról csorgó, vörösülő fájdalom. Gépen száll fölébe, annak térképet áll. S nem tudja, hogy hol lakott itt Vörös Marti Mihály.
annak mit rejtett térkép? Gyárat, vadlaktáját. Nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelittanyát. Minden dolgok teremtő és megváltó Istene, akinek hatalmában van szentté tenni mindent. Kérünk, szenteld meg és áld meg ezt a kaput. Székely nemzetségünk eme művész elkészített jelképét, melyet fennmaradásáért vívott harcában emelt maradandó jelül Csernáton népe. Add, hogy hazatérő fiait és a betérő idegent mindig jó szívvel fogadja, és lélekben megerősödve bocsássa útjára, és így áldássá váljék mindennapi életünkben, a mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, áldja meg és szentelje meg ezt a székely kaput, hogy adjon a bánatban kitartást, az erőteleneknek erőt, a reményteleneknek reménységet, bűnbánoknak bocsánatot, örvendezőknek az Úr áldását. Az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, áldjon meg és őrizzen meg téged alsó Csernáton templomos népe. Áldjon meg otthonodban és templomodban, munkádban és ünneplésedben, könyhulatásodban és reménységedben, családodban és utódaidban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Csernáton község tanácsa és polgármesteri hivatala nevében mély tisztelettel és szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket.
az anyaországi testvértelepülések Boly, Sármellék, Bogyiszló és Kaszaper küldöttségeit, a történelmi egyházak képviselőit, csernátoniakat, minden kedves meghívottat és vendéget. Napjainkban örömmel tapasztalhatjuk, hogy egyre többen állítanak székelykaput. Nyírő József szerint a székelyház mértékadó dísze és koronája a székelykapu, melyet valósággal családtagjának tekint a gazda. Levágja az erdő fáját, de az elpusztult élet helyében újat teremt. Mert a székelykapu tényleg él, és részt vesz mindennapi küzdelmes életének vérkeringésében. Élővé válik azáltal, hogy a székely a lelkét leheli belé, amikor kifaragja, és Isten nevét vési rá szelíd és áhítatos betűvel. A most felavatásra kerülő székelykapu jelkép. Jelképes az, hogy nincsenek nyílói, mindenkit szeretettel vár és fogad, nem zár ki senkit, aki jó szándékkal közeledik. Mától e székelykapu Felső-Csernáton mindennapjainak tartozéka. A kapun belül van az otthon, kívül pedig a nagyvilág. Nem csak turisztikai látványosság, hanem értéket képvisel. Nemzeti hovatartozásunkat hirdeti. Az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, áldja meg és őrizze meg Felső-Csernáton, Csernáton község hívő templomos népét. Áldja meg otthonában, templomában, áldja meg könnyulatásában, reménységében, utódaiban, nemzetségről nemzetségre. Amen. Az elmúlt vasárnap, amikor az Isten tiszteletre jöttem és megláttam ezt a szép, gyönyörű székely kaput, az Úr Jézusnak a hegyi beszéd végén mondott egyik szava, egyik mondata jutott eszembe, amikor azt mondja, hogy mikor beszél a szoros és a tágas kapuról. És amikor láttam ezt a nagy kaput, akkor eszembe jutott ez az igevers. És ez a kicsi része is bizonyságot tett nekem arról, hogy van a tágas kapu mellett szoros kapu is. És a Biblia azt mondja, hogy akik a tágas kapun bemennek és a széles úton járnak, sokan vannak. Akik pedig a szoros kapun mennek be és a keskeny úton járnak, azok kevesen vannak. De tanácsolja az Úr Jézus, és mondja nekünk, mondja nekem, hogy menjetek be a szoros kapun. Ez azt jelenti, hogy kívül kerültünk. A bűn következtében. És pont ezért olvastam ezt az igét, ezért adta az Úr nekem ezt az igét, azt mondja, adtam neked, adtam eléved. Ez beszél Isten szeretetéről, szeret az Isten. Ez a kapu is erről beszél. Be lehet menni rajta. Micsoda lehetőség. Én adtam, azt mondja Isten. Minden dolgok teremtő és megváltó Istene, akinek hatalmában van szentté tenni mindent, kérünk, szenteld meg és áld meg ezt a kaput, székely nemzetségünk, eme művész ilyen elkészített jelképét, melyet fennmaradásáért vívott harcában emelt maradandó jelül Felső-Csernáton népe. Add, hogy hazatérő fiait és a betérő idegent mindig jó szívvel fogadja, és lélekben megerősödve bocsássa útjára, így áldássá váljék mindennapi életünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Én fa voltam, nagy erdőfája, zöld csendben, nesztelen vágva, kapusorsom rég sejtítem. És egyszerre, ős nehéz ütemre, fűrész ölelsz meg, sírt a penge, így tanultam meg beszélni. Aki kiszemelt és kidöntött, szívvel faragja meg a rönköt, százezer fészek csókol engem, eléjük fekszem és hallgatok. Napgyó ki rajtam, csillagok, tündökölni, hunyni szólni, mert én magasztalom az elmenőt, vigyázom nagyon a megjövőt, nyára ősz, tér hull az őszre, áldás a béjövőre, béke a kimenőre.
legelőször 1991-ben, rögtön a forradalom után, elsők között voltam én, aki átjöttem a zenekarral, és itt koncerteztünk. Hát akkor még nem voltak ilyen viszonyok Erdélyben, Romániában, mint most. Emlékszem, hosszú sorok álltak benzinért, az emberek semmi ilyen lelki világgal éltek még akkor, és akkor azt nekem sokan mondták abban az időben, hogy nem is szabad menni, mert se utazni nem lehet, se normális ellátás nem lesz, aztán ennek minden nap fordíthatja következett be, mert nagyon nagyszerű emberekkel találkoztunk. Az ellátás fejedelmi volt, már akkor is, pedig a viszonyok sokkal rosszabbak voltak abban az időben. Benzinünk is volt, utaztunk kamionnal, stábbal, úgyhogy akkor megfogadtam, hogy még élek és tehetem, mindig jövök Erdélybe. És ennek kapcsán, illetve ezek után sokszor voltam a Vikidár Gyula barátommal, Varga Miklossal, egyedül is koncerteken. A sportcsarnokokat végigjártuk már, a nagy sportcsarnokokat Erdélyben, Brassótól, Kolozsvárig, Nagyváradtól, Nagybányáig, Sepsiszentgyörgytől, Csíkszeredáig. A mai nap koncert előtt volt egy 2 órás időtartama, amikor lehetőségünk adódott, hogy egy kicsit úgymond szétnéztél Csernahatonba. Milyen élményekkel mész el Csernahatonból? Külön örülök, hogy abban a házban szálltunk meg, ahol ugye az a híres csernahatoni dolog, hogy a jobbágyok a felszabadítását, ugye itt volt a találkozó, megszervezték. Hát az egyik öröm számomra, hogy a ház szellemisége az magával ragadó, meg a környezet is gyönyörű, gratulálok a tulajdonosoknak, és elmentünk a Domokos Kúriába, ahol a környék a régi múltját fel lehet lelni a régi parasztházaktól, a mezőgazdasági gépeken keresztül egészen a nemesi címerekig. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt, nagyon hálás vagyok a Zoltánnak, már mind neked, hogy ezt lehetővé tetted, hogy megnézzük. Bár több időnk lenne, és hogyha megígérjétek, hogy majd egyszer visszahívtok, akkor úgy jövök, hogy több napot is szeretnék itt eltölteni a környéken. Így koncert előtt mit üzennél a csernahatoni közönségnek? Hogy egy picit irigykedőben nézek rá, hogy gyönyörű környezetben élnek, ez a Kézdivásárhely környéki vidék, ez különösen gyönyörű, úgy, ahogy az egész Székelyföld természetesen. Tehát azt lehet mondani, hogy megértem azokat, akik nem vándorolnak el, és 10 körömmel ragaszkodnak a szülőföldjükhöz, és biztatom is, hogy el ne hagyják, nézzenek szét a világban, és mindenki előbb-utóbb úgyis ide visszajön, mert aki itt született, itt nevelkedett, nem hiszem, hogy el tud szakadni ettől a környéktől, ettől a világtól. Nem árt tanulni a világban, szétnézni egy kicsit, aztán futás haza, megtartani az ősi dolgokat, nagyon szép
gyűjteményt láttunk a múzeumban is, hogy mennyi kincs, mennyi érték rejtőzik itt a környéken. És amit üzennék nekik azt, hogy amit Vas Albert is mondott, hogy ugye a kommunizmus néppé formálta a nemzetet, most mi majd megint nemzetté fogunk válni. Magyar a magyarnak örökké testvére volt. Álhogy királylát!
Igazából mi színészek vagyunk, és 8 évig egy színháznál dolgoztunk, és akkor hát olyan 2002-ben kezdtünk ezzel a műfajjal foglalkozni. Most már olyannyira, hogy az egész időnket ebbe öljük bele, ezzel foglalkozunk, és hát általában az emberek minket egy számról szoktak ismerni, erről az Aranka szeretlegről, amit a YouTube-ra és egy internetes portálra feltettünk. És először vagyunk itt Csernátonban, és hát mi is izgatottan várjuk, hogy mi lesz itt ma este. Most hát persze az emberek meg fogják nézni ezt az interjút, már az előadás után lesz, úgyhogy ők már erre a kérdésre fogják tudni a választ. De hát ez is egy új helyszín, és hát ha sikerül úgy annyira olyan jól szórakoztatni a közönséget, hogy még jövőre is visszahívjanak. Kíváncsi vagyok, én is egy kicsit így izgulok így első alkalomkor, na de hát remélem, hogy nem az utolsó. Nagyon csókolom, nagyon kedves kezi csókolom. Megint itt vagyunk, műsort csinálunk, a szilvasútnak nem szeressük. Ha felgördül a függöny, mi ott vigyorgunk, szimpatikus tessékkel nagyság mutatunk, nagyság mutatunk. Hát ez a mester kattás, szóljon a tanc, érettségi diplomakes van. Hey, Kozma! Kiruncsoltik a egyötte mullat a pavilánokkal. Hát ez a mester kattás, szóljon a tanc, mindenkit mi nagyon szeretünk. Hey, Kozma! Kiruncsoltik a egyötte mullat a hajas tésztán. Honnan jött az ötlet, hogy ezt a műfajt választhatok? Tehát székely humor paródia, ha jól tudom. Hát igen. Hát mi is nagyon nehezen tudjuk behatárolni, ugyanis azok az anyagok, amiket csinálunk, és főleg itt a zenei részre gondolok, olyannyira kétélűek, hogy nagyon sokan nem is tudják eldönteni, hogy ez paródia-e, vagy ez valóság, komolyan gondoljuk. Tehát mindenkit megnyugtatok, hogy ez paródia, tehát nem így gondoljuk. Tehát gondolunk ezekről a dolgokról valamit, és ettől ilyen, amilyen. Ez egy ilyen elég érdekes dolog abból a szempontból, hogy Magyarországon is eléggé sikeres, és bár annak ellenére, hogy nagyon sokan nem értik ezt a székely észjárást, és vannak bizonyos szavak, amiket ugye sajnos a román nyelvből átvettünk, és ezeket is használjuk, pontosan azzal a céllal, hogy tanuljunk meg már végre rendesen beszélgetni, hiszen nekünk vannak szép értelmes szavaink, amelyeket például a deszkurkölet, vagy az abonament, vagy mit tudom, a szukáját tudunk használni. És nagyjából így ennyi. Tehát, hogy... A szöveget és a zenét azt írjátok, vagy van szerző? Ja, hát hál' Istennek, hogy mi írjuk, még szerzőre nem szorultunk. Ez úgy indult, hogy volt egy ilyen állomás az életünkben, Zsoltal egy kereskedelmi rádiónál dolgoztunk, és akkor reklámokat írtunk, és mondtunk is fel, ebből éltük a színészi fizetésünket, ezzel egészítettük ki, hogy ugye ne halljunk éhen. És akkor hát tulajdonképpen ihlet volt, hiszen a színházal is nagyon sok helyre jártunk kiszállni, emberekkel találkoztunk, például egy ilyen rendezvény is remek a helyszín, meg remek alkalom arra, hogy az ember úgymond anyagot gyűjtsön, vagy megfigyeljen. Annyi az egész, hogy nyitott szemmel kell járni a világba, és megfigyelni a környezetet, és hát a téma az úgy adja magát. Ez egy traktor, nem orkával együtt, lassan. Hallod-e téged, hogy hívnak ez? Tibi! Jó, ennek a hívnak? Ceausescu. Na, hülyeség, te az embereknek miket mondod, hogy hívnak, azt mondja. Gabi. Na azért csak, hogy tudjam, hogy te voltál tegnap este, te voltál. Na azt mondja, hallod-e ti, légy szíves, nézd meg, hogy felőled menne a direkció. Éjjel, mert lepél szóval. Azért kételek meg téged. Mit csinálod? Mit csinálod? Hogy tak, Tibas? Mi? Hajszor megmondtam neked egyszerre, ne alféltem, hogy mindjárt kiveszem a feszét, hogy visszateszem. Hát egész hajszor megmondtam egyszerre, nem olyan kontakt, Tibas, azt nem akasztuk fel a traktorra. Ha egyszer kontakt, Tibas. Jó, van, na, még egyszer elmondod, mindjárt a fülemes kontakt, Tibas, lesz érteni. Vissza-vissza köpködtem magunkban. Ilyen vagy te. Na azt mondja, figyelj, tudsz-e így csinálni? Igen, így tudom. No, amikor mondom, hogy csinálj, alig csinálj, így kész. Még nem kell így csinálni, amit nem mondtam, no. Engel, úgy könyökölj valahogy. Nézd meg valami, jöjj hátulról! Hátulról-e? Igen, hátulról, mert még előre én is látok valamicskét, igen. Hallod, de leges-legesnek hátulról-e? Igen, leghátulról, ameddig a szemed ellát, hogy onnan jöjjél valami, azt mondjad, no. Hallod, de osdolan túlról-e? Onnan pont jó, mondjad, igen. Szucsavarról nem jön semmi. Akkor csinálj itt! A rakomány jó, fel van-e kötve? Fel van, magozva rendesen.
Már semmi kedvem nincsen, hogy pont a milícia előtt leduhadjon 6 köbméter barca nélkül libikfa, értettani? Akartam is mondani valami, kerülőton kellene menni, nem kellene direkt a milicist elé vinni. Egyet se féljé, te már itt van hat, az ügyes kicsi kölnis dobozba, mit rájtettem belé. Felismered a hat, miféle? Hogy micsoda? Hogy az miféle, ó? Hát azt tudom mi, egy doboz antinevrágyik. Antinevrágyik neked a keresztény a térgyek alacsa, te. Azt tudod, mi aztán mutúj, te? Az egy gyepeszi, érted? Az egy olyan elektronikus térkép, kérlek szépen, hogy tarts a kapcsolatot a műholdokkal, betaplallod neki, hogy jól akarsz menni, és valósággal elvezet a megadott címre onnan, ahol... Hogy a varázján hallod, az ilyen légirajba vezetel? Hallod, értem, a véletlenül nem ettél valami szalicénes, most arra skenerált, hogy odafejt valami szkúrcsirkuitok vannak, valami nem? Hogy ez olyan tudod, hogy félrevezet? Na figyelj ide, tőled ide, csúfot kérdezhetek én! Te ma véletlenül a fosatagot ablettad, nem fordítva vetted még? Ennyi hülyeség ömlik ki a szajdon, te kicsit türkőztes meg az ember, ha hallnak az emberek, te vigyázz, aha! Ez egy nagyon komoly készülék, azt mondja, tehát figyelj, taplálom és bélek, azt mondja, hol menjünk, azt mondja, ide megnék kapornyásra, de mivel hogy itt élünk, úgy írjuk be, hogy köpírnyású de zsósz, ugye? Petőfi Sándor utca, strada principale, ugye? Numerus 164, kérlek szépen. Hallod, de nézd csak, hogy magad ott a rubrika között a zsudecet ki kellett tőtani. Milyen zsudecot? Nem magyaráz a zsudecet, mindenütt ki kell tőtani. A bulletinben is ki kell tőteni a zsudecot. Nem kérlek... Nem, a zsudec ezért van kitalálva, mert ki kell tőteni, nézd már meg a rubrika között. Nem kérlek semmilyen zsudecet, ott ahogyottu mindjárt cselepémet és két gyönyör vajalapa belé. Figyelj, de figyelj, ez egy nagyon komoly készülék, tehát ennek van angol menü, tehát tud angolul, tudod ki az angol férfiangja, te? Ki? Az a színész, amelyik ilyen amerikai akciófilmekben ilyen sunyin bénizmus, majd a csepetnek van kupaszolva, meg kell a hangja ilyen lehet, és aztán bénizja a sunyi is lő egyet, tudod ki aztán? Ki? Bus Willis, te, annyit nem tudsz. Hallod, ez a jó csacskongó, nem tud. Úgy is tud, csak az ő románjúval. Figyelj, és az ki? Az a híres a tévéből, a hírek bűne, Andrea Desko, vagy neki. Magyarul nem tud? Jó, no, kérlek szépen, a magyar hangja az egy világsztár. Azt tudod ki? Ki? Claudio. Sofér. Sziasztok! Hello! Jó, kázi csókolom! Jócsikó, kázi csókolom, de lassan itt van, már láttam Tibi, ez én vagyok. Ne Claudio, csak legyen, ne figyeljen ide, mit akarok én magamra kitérni. Ne lassan... Menj 50 métert, majd fordulj jobbra. Mindjárt menjünk arra, és te azt akarom elmondani, hogy titokba menjünk, érti a megadott címre. Már vélel gondolkozik. Itt lassan mehetünk a 6 köbméter Barcelona Big Fat, Big Fat. No, ezt kéne valahogy hazamenjünk, úgyhogy akkor arra megyünk, jó? 50 méter alatt, ennyiből tudjon!